Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy hallották, hogy hátul már hangolnak a zenészek. Ez valamit jelent, de majd erről később. Attól ne tartson senki, hogy a függöny mögött lesz a produkció. Nem sokára majd felhúzzuk a függönyt. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek, és hogy együtt tölthetjük ezt a mai estét. A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának közös gála műsorán. Én Krizsó Szilvia vagyok. Én vagyok egyrészt ennek az esnek a házi asszonya. Másrészt, bár olvastam, mert annyira nehéz és bonyolult megjegyezni ezt a nevet, az alapítvány kuratóriumának egyik tagja vagyok, illetve a pártoló testület elnöke, és tényleg azért dolgozunk, hogy minden évben minél színvonalasabb szakmai rendezvény legyen, és aztán este minél színvonalasabb gálaműsorral tudjunk kedveskedni mind a résztvevőknek, mind az ide látogató kedves vendégeknek. Nagyon röviden arról, hogy hogyan is jött létre az alapítvány. 2 évvel ezelőtt, akkor, amikor Szentgyörgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulóját ünnepeltük éppen itt Szegeden, és volt olyan szerencsénk, hogy 9 Nobel-díjas kutató volt itt, egyébként 1000 kutató, az itteni egyetem, meg más egyetem hallgatói, oktatói, elképesztő szakmai színvonalú előadások voltak, fantasztikus 4 napos konferencia sorozat, hihetetlen gálaműsorokkal, produkciókkal, úgyhogy tényleg akik akkor itt voltak, azok szerintem tudják, hogy miről beszélek. Akik nem voltak itt, csak sajnálhatják, de azt mondhatom az alapítvány kuratóriumának valamennyi tagja nevében, hogy arra törekszünk, hogy ez minden évben ismétlődjön, már hogy a színvonal a szakmai és gálaműsorok, és aztán, hogy mi a hosszú távú célkitűzés, hát nem titkolt célja ennek az alapítványnak, hogy szeretnénk azt, hogy újra legyen egy szegedi Nobel-díjas kutató. Nagyon bízunk benne, hogy ez egyszer megtörténhet, és az az alapítvány célja, hogy lehetővé tegye az itteni tanulóknak azt, hogy találkozzanak egyrészt nemzetközileg elismert, sőt, Nobel-díjas kutatókkal, másodszorban pedig vonzóvá tegyék Szegedet, mint olyan egyetemi várost, ahová érdemes eljönni, tanulni, itt továbbfejlődni, aztán itt maradni, és itt kutatni. Az alapítvány mindent elkövet ennek érdekében. Szerencsére találtunk már néhány támogatót is, akik szintén segítik ezt a munkát, de hát nagyon bízunk benne, hogy egyre többen fognak csatlakozni ehhez a szerintem nagyon és nagyon nemes kezdeményezéshez. Hogy mi történt egyébként tavaly, tehát 2013 tavaszán, akkor Bert Zachmann Nobel-díjas német fiziológus töltött néhány kellemes napot itt Szegeden, és akkor középfokú szegedi tanintézmények tanulóival találkozott. Idén pedig Ada Jonát és Aaron Csiecsenover Nobel-díjas izraeli biokémikusok érkeztek Szegedre, délelőttük látogatást tettek Szeged természettudományokban vezető gimnáziumaiban, délután pedig az ország minden tájáról ideérkező tehetséges középiskolás diákok találkoztak, és egyébként itt ülnek körünkben a Páholyban, úgyhogy azt kérem Önöktől, hogy egy óriási taps fogadja a 2 Nobel-díjas kutatót. We are very pleased to welcome Ada Jonát and Aaron Csiecsenover tonight, and thank you very much for coming to Szeged. Egyébként, hogy miért vagyunk itt ma este, szerintem senki előtt nem titok, hiszen az alapítvány alapított egy díjat, ez a Szentgyörgyi Talent díj. Ez tulajdonképpen a Nobel-díjhoz hasonlóan egyszeri kimagasló jelentőségű felfedezésért odaítélhető egy kutató számára, aki ráadásul Szeged városában végzett kutatásaival kimagasló nemzetközi elismerést ért el. A nyertes személyéről minden évben a Nobel-díjas kutatók és az alapítvány kuratóriuma közösen dönt. Ez a döntés megszületett, úgyhogy Önök majd az este végén megismerhetik a szerencsés talentdíjas kutató nevét. De hát nem múlhat el egy ilyen szakmai rendezvény gálaműsor nélkül, ezt eddig már 2-szer láthatták a kedves vendégek, és idén is hasonló gálaműsorral kívántunk Önöknek kedveskedni. Hegyi Péter és Paragi Zoltán, a Szeged Táncegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes koreográfusai a Kárpát-medence kulturális kincseit szeretné Önöknek bemutatni, úgyhogy ehhez nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Thank you.
Az idő kútja, de még mindig emlékszem, akárha ma történt volna, hogy édesapámmal begyöttünk Szögedre a piacra 923-ba. A böjtiszelek fölszárították az utakat, a mezők virágba borultak, mintha a természet mögérezte volna a közelgő föltámadást. A nemzet még ébredőzött a gyászból, melyet a nagy háború szült, de a tavasz, az újjászületés tiszta lélögzete egy rövidke időre elfeledtette a népökkel Trianon borzalmát. A lányok újra színös szalagokkal díszítették hajukat, a férfiak pedig virágot tűztek a kalapjukba, és vásárra indultak Szöged híres városába. Vidámság költözött a szívekbe a vásáros forgatag közepette. Leányok, legények kézön fogva sétáltak, hölgyek válogattak portékákban, urak alkuttak lóra, a cigányok meg a kocsma előtt úgy húzták a nótát, hogy a férfiak nehéz csizmái összeverődtek. A dóm harangjai puhán mögkondultak, majd egyre erősebben zúgtak. Az emberök elnémultak, a büszke férfiak kalapjukat levették és lehajtották fejüket, mert eszükbe jutott a béke gyalázata. Ám tudták, amit a győztesek nem, hogy a földet el lehet vönni, de a hazát nem, mert az bennünk van. Apáink táncában, anyáink, nagymamáink énökében, édes anyanyelvünkben, a nemzedékek összeérő kezében, bennünk, akik itt vagyunk. Thank you.
A földeken néhány komoly paraszt hazafele indul hallgatag. Egymás mellett fekszünk, a folyó meg én. Gyenge füvek alusznak a szívem alatt. A folyó csöndes, nagy nyugalmat görget, harmadtá vált bennem a gond és teher. Se férfi, se gyerek, se magyar, se testvér, csak megfáradt ember, aki itt hever. A békességet szétosztja az este, meleg kenyeréből egy karaj vagyok. Pihen most az ég is, a nyugodt marosra, s homlokomra kiülnek a csillagok.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
tapsokból hallva azt gondolom, hogy nem csak nekem tetszett ott a kulisszák mögött ez a fergeteges előadás, hanem önöknek is, úgyhogy gratulálunk sok szeretettel a művészeknek, és nagyon szépen köszönjük ezt a fergeteges produkciót, ami tényleg tele volt szenvedéllyel, vitalitással és hihetetlen kuriózumokkal. Úgyhogy akik már voltak itt velünk tavaly, illetve tavaly előtt, azok tudják, hogy szeretnénk külön is megköszönni a művészek munkáját, úgyhogy megkérném a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőért Alapítvány elnökét, Varró Andrást, hogy fáradjon ide, hogy a szervezők ajándékát át tudja adni a művészeknek. És akkor sorolnám a művészek nevét, akiknek külön-külön gratulálunk a sikeres produkcióhoz. Elsőként kérném ifjabb Nagy Albertet, a Tisza Banda zenekar vezetőjét, hogy fáradjon ide. Szívből gratulálunk. Következő díjazottunk Pál István, a Magyar Állami Népi Együttes primása. Radics Ferenc, a Magyar Állami Népi Együttes primása. Következő díjazottunk, kérjük, hogy fáradjon ide. Külön köszönjük a munkáját Hetényi Milánnak, a Magyar Állami Népi Együttes énekesének és az este grafikai tervezőjének. Hát majd a kulisszák mögött odaadjuk, hogy ott rohan, el ne rakjuk azt az oklevelet. Itt. A Szeged Táncegyüttes művészeti vezetői Gombos András és Tóth Gábor, őket is megkérnénk, hogy fáradjanak ide. Az este rendező koreográfusai, Paragi Zoltán, az Állami Népi Együttes táncosa és koreográfusa. És Hegyi Péter, a Szeged Táncegyüttes táncosa és koreográfusa. Még egyszer nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus produkciót, azt gondolom, hogy mindenki nevében, aki ezt élvezhette. Viszont, hogy említettem már önöknek az este elején, szokták mondani, hogy ez itt a reklámhelye, meg ez a rendezvény nem jöhetett volna létre, szóval, hogy az alapítvány működése az nem működhetne, és nem tudná támogatni a fiatal, tehetséges tudósokat, hogyha nem lennének olyan támogató cégek, amelyek úgy érezték, hogy fontos, hogy emellé a kezdeményezés mellé álljanak. Úgyhogy engedjék meg, hogy elnök urat megkérjem, hogy a pártoló tagok testületének tagjait is díjazza, és mondjuk el a nevüket, mind a cégnevet, mind az ő nevüket, mert tényleg nagyon nagy köszönet illeti őket. Elsőként kérném dr. Kozma József urat, Szegedváros Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnökét, hogy Szegedváros képviseletében vegye át ezt az oklevelet. Kérném, hogy fáradjon ide a színpadra Lévai György úr, a Richter Gedeon kutatási igazgatója. Szeretnénk köszönetet mondani Vezekényi Péter úrnak, a Novotel igazgatójának, aki már második alkalommal lát a vendégül a Szegedre látogató középiskolás diákokat és a tanáraikat.
Szintén szeretnénk köszönetet mondani az MKB Bank Szegedi Fiók vezetőinek, Szegedi Zitának és Darabos Eszternek. Közben szeretném megemlíteni, hogy az alapítvány csatlakozott az MKB Bank Jótét programjához, aminek segítségével akár önök is részesei lehetnek, hogy az MKB Bank növelje támogatási összegét. A részletekről mind a bank honlapján, mind az alapítványnál is érdeklődhetnek. És van még egy támogatónk, nevezetesen a Sanofi Aventis, de Erős László orvosigazgató sajnos halaszthatatlan tevékenysége miatt nem tudott most jelen lenni, de azt gondolom, hogy ezért egy taps nekik is jár innen a távolból, és köszönöm. És akkor elérkeztünk talán az este legünnepélyesebb pillanatához, hiszen szeretnénk átadni azt a díjat, amiről már beszéltünk, és amiről tulajdonképpen ez az egész este, illetve az egész rendezvény szól, nevezetesen a Szent Györgyi Albert Talendíjat. Megkérném Nobel-díjasainkat is, hogy fáradjanak ide a színpadra, hogy ünnepélyesen tudjuk átadni ezt a díjat. May I ask our Nobel laureates to come to the stage, please, to deliver to Szent Györgyi Talent Prize. Reméljük, hogy mindjárt ideérnek, addig megvárjuk őket. És közben, amíg ideérnek, én megkérném elnök urat, hogy néhány szóban beszéljen erről a díjról, ennek a díjnak a jelentőségéről és a jövőbeni célokról. A díjat immár másodszor a Szegeden végzett legjelentősebb tudományos eredménynek az eléréséért alapítottuk és ítéljük oda, és az idén a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért alapítványnak a díját Pál Csaba kapja a baktériumok rezisztenciának részletes feltérképezésében végzett kiemelkedő kutató munkájáért, és akkor megkérném akkor, hogy fáradjon a színpadra. Így van, várjuk Pál Csabát egy óriási taps kíséretében. Óriási dolog, tudom a színpadon állni is, de ez nem a színpadi tevékenységért szólt ez a vastaps. Nem volt benne a programban, de hogy egy-két gondolatot megfogalmaz szívesen a díjjal kapcsolatban? Persze, természetesen, szuper. Hogyha ide szabad állnom. Tehát azzal kezdeném, hogy én 6 éve vagyok itt Szegeden, és előtte Oxfordban éltem jó pár évig, és az a helyzet, hogy sose bántam meg, hogy hazajöttem. Szeged a legjobb város, és igazán nagyon, és az a haba tortán, hogy még kutatásokat is tudunk csinálni. És azért a többes szám, mert ezeket a kutatásokat nagyon sokan csináljuk a laborban. Én egy fontos, de azért mégiscsak egy apró szelete vagyok ennek, és igazából nagyon büszke vagyok, hogy ezt el tudtuk érni. Ha egy mondatban elmondhatom, hogy mit csinálunk, akkor az egy talán egy jó hír, hogy kórokozóknak, baktériális kórokozókkal foglalkozunk, és ahogy önök is tudják, nagyon gyakran ellenállóak lesznek különböző gyógyszerkészítményekkel szemben. És a felfedezésünk lényege az volt, hogy mindegy ilyen kórokozónak lehet egy ilyen, van egy akilles sarka, egy gyenge pontja, bizonyos más antibiotikumokkal, gyógyszerkészítményekkel közben érzékenyebbek lettek. Az a kérdés, hogy ezt a jövőben mennyire tudjuk kihasználni ezt az elvet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szívből gratulálunk, és nagyon bízunk abban, hogy minél
sikeresebb lesz még a jövőbeni együttműködésük, és akkor Nobel-díjasaink átadnák az oklevelet, illetve ezt a fantasztikus díjat, amit egyébként Szabó Géza és Szabó Tamás ötvösmesterek ajánlottak fel, úgyhogy fogadja sok szeretettel, és további sok sikert kívánunk a munkájához. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen a tapsot, ami egyfelől talán szólt Pál Csabának, másfelől nagyon bízom benne, hogy Szegednek is, illetve az itteni oktatásnak, meg remélhetőleg a jövőbeni közös munkáknak is. Nagyon örülünk, hogy itt voltak, reméljük, hogy jól érezték magukat, és bízunk benne, hogy egy év múlva újra találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra.